Köszöntöm kedves nézőinket! Az elmúlt években a mesterséges intelligencia terén elért áttörések jelentősen átalakították a mindennapi életünket. A legújabb fejlesztés a ChatGPT 4, ami a mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellek legújabb korszakát jelenti. Egy olyan komplex rendszer, ami képes beszélgetni, kérdésekre válaszolni és különböző nyelveken kommunikálni. Az, hogy ez a fejlesztés jó vagy rossz az emberiség számára, az Berend Gábor egyetemi docens válaszolja meg nekünk. Szia, köszöntelek a stúdióban! Szia! Először is önálló tudna lenni a mesterséges intelligencia manapság? Hát ez egy nehéz kérdés. Ha rövid választ kéne adnom, akkor azt mondanám erre, hogy jelen formájában még nem. Erre véleményem szerint várni kell. Úgy érezhetjük, hogy már a kapujában vagyunk ennek, de szerintem még rengeteg munka van, hogy ezt a szintet elérhessük. Főleg a teljesen autonóm rendszerekre gondolok ez alatt. Ilyen emberi közreműködéssel együtt én azt gondolom, hogy akár már részlegesen annak tekinthető, vagy lehet olyan limitált felhasználási környezeteket elképzelni, ahol ez megvalósítható, de úgy nagy általánosságban azt nem mondanám. Térjünk akkor rá a fő témánkra. Mi az a ChatGPT 4 és milyen technológiai alapokon nyugszik? A ChatGPT 4 az egy beszélgető ágens, egy beszélgető robot, egy neurális háló architektúrára épül, amit 2017-ben álmodtak meg a Google mérnökei, akkor még szerényebb célokat tűztek ki elé, csupán gépi fordításra szánták ezt az úgynevezett transformer architektúrát, és utána ez nőtte ki magát a ChatGPT-vé viszonylag gyorsan egy 4-5 év alatt. Ennek a technológiának a lényege az, hogy úgynevezett önfelügyelt módon lehet tanítani, ami azért nagyon jó, mert rettentően olcsó abban az értelemben, hogy a tanításhoz szükséges adatokat tonna számra szolgáltatja számunkra az internet, és általában a minőségi javuláshoz minél több tanítóadatra van szükség, és hát idézőjelesen csak le kell szedni az internetet, amit az OpenAI mérnökei, meg azóta már egy-két más műhely mérnökei is megtettek, és maga az a feladat, amire trenírozva van ez a modell, az csupán annyi, hogy ha lát egy szövegtöredéket a modell, akkor legyen képes minél valószínűbb folytatásokat javasolni. És tulajdonképpen, ha ezt elég sokáig végrehajtják, itt GPU hónapokban vagy akár GPU években is lehet gondolkodni, akkor a végén egy ilyen meglepő képességekkel rendelkező ágens jön létre a tanulás végeztével. Vannak egyéb trükkök, de az már talán túl technikai lenne, hogy azokba most belemenjünk. Melyek a fő különbségek a ChatGPT 3 és a 4 között? Hát ez egy abból a szempontból nehéz kérdés, hogy a ChatGPT esetén egy zárt modellről beszélünk, és az OpenAI ezt ilyen üzleti titokként kezeli, és nem szívesen adja ki ennek a részleteit. Ilyen iparági pletykák, meg szivárogtatások vannak csupán. Rendszeresen kiadnak ilyen white paper-öket, amiben úgy, ahogy leírják a létrehozásnak a menetét, de ebben a saját érdekeiket védendő, pont a legkritikusabb részleteket szokták kihagyni. Amiben biztosak lehetünk, hogy valószínűleg több szövegen, hosszabb ideig lett tanítva, és nagyobb paraméter számmal rendelkezik. Amennyire tudni lehet, architekturálisan, vagy ilyen alapvető technikai tekintetben kifejezetten nagy újdonságot talán nem hordozott, illetve most olyan pletykák kaptak szányra, hogy talán annyiban haladták meg a GPT-3-nak a működését, hogy a GPT-3 az egy ilyen nagy monolit architektúra volt, a GPT-4 az pedig igazából ez egy ilyen úgynevezett mixture of experts, tehát több különálló, de még mindig nagy paraméterszámú modellnek a valamilyen ügyes kombinációja eredményezi a kimenetet, ami igazából nem is feltétlenül a minőség javítását irányozza, hanem azt, hogy a használat ezeknek a modelleknek az olcsóbb legyen, kordában tartható legyen, mert egyébként rettentően költséges a használatuk. Már részben kitértél rá, de pontosan milyen feladatokra lehet használni? Mivel tud többet, mint a ChatGPT 3, a ChatGPT 4? Hát ugye az előtanítás, ha csak az előtanításra gondolunk, akkor az anyban merül ki, amiben többet tud, hogy hihetőbb, jobban hangzó, emberiben hangzó szövegeket tud generálni, vagy folytatásokat egy szövegtöredékhez. Viszont ennek a skálázódással járó ilyen mellékterméke, hogy az ilyen érveléssel kapcsolatos feladatok elvégzésében is jobbá vált ezáltal. Viszont azt szerintem fontos megjegyezni, hogy még így is nagyon bagatell hibákat képes elkövetni az érvelés tekintetében. Nagyon sokszor
azt a benyomást képes kelteni, mintha megérteni akár a világ dolgait, vagy a világban zajló folyamatokat, de ez igazából csak egy ilyen látszat sokak véleménye szerint, és ebben ennek a látszatnak a fenntartásában jobbá vált a ChatGPT 4, annyira jóvá, hogy már néha mi is azt hiszük, hogy mindent tud, vagy hogy nem hibázik. Mit gondolsz, inkább profitálunk ebből, vagy esetleg árthat is nekünk? Hol lehet hasznos, hol lehet káros? Biztos, hogy mindkettő igaz, szóval semmi sem fekete meg fehér. Ugye én azért alapvetően inkább pozitív van állok hozzá, vagy úgy gondolom, hogy az egyenleg ennek a dolognak az pozitív lesz. És vissza lehetne menni, hogy minden más technológia bejövetelekor is sokan tartanak az újdonságtól, és mindenféle ilyen worst case szenáriókba gondolkodnak. Nyilván mondhatjuk, hogy megüli a kreativitást, kritikus rendszerekben, hogyha teljes autonómiát bízunk rá, akkor hibás döntéseket hozhat. Mondjuk ezekre persze az ember is képes, tehát én épp ezért azt gondolom, hogy majd meg kell tanulni ezeknek a használatát, és egy jó együttműködést kell vele tudni kialakítani, és akkor éppen hogy hatékonyságnövelő lesz, tehát ez meg a pozitív oldal lehet. Szokás gyakorlatilag az élet bármely területét mondhatjuk, akár a kutatást is felgyorsíthatja, de emellett meg kell egyezni, hogyha a kutatók produktívabbak lesznek, több cikket írnak, akkor a kutatóknak több cikket kell feldolgozniuk is, tehát az, ami egyrésztről a hatékonyságukat növeli, az az olvasói, befogadói részről pedig egy extra terheltséget hoz a kutatói közösségre. Tehát itt jön be az, hogy mindennek két oldala van, minden éremnek két oldala van. Melyik azok az iparágak, ahol a leginkább hasznos lehet a ChatGPT, vagy akár maga a mesterséges intelligencia is? Igen, hát megint a tulajdonképpen nagyon ez a általános mesterséges intelligencia, tehát ilyen nagyon általános irányba haladnak a dolgok, és most van egy ilyen trend, hogy mindenhol próbálják használni. Ahol szerintem már most is van realitása, azok az ilyen ügyfélszolgálati, meg általában monoton, viszonylag egyszerű, repetitív lépéseket tartalmazó, és hát mondjuk valamilyen kommunikációs tevékenységet magában foglaló dolgok lehetnek ilyenek. Itt szerintem az ilyen telemarketing, ügyfélszolgálat, panasz, iroda, ezeknek az automatizálása képzelhető el jelen állás szerint. De akár ügyfél, tehát kormányhivatalok, stb. Ilyen elektronikus ügyintézést is felgyorsíthatja akár. Végül tudnád röviden összegezni, hogy milyen korlátai lehetnek ennek? Mire figyeljünk a használatánál? Hát amit amivel legtöbbször találkozni lehet, az tehát hogy forráskritika, vagy hogy ne higgyünk el neki mindent gondolkodás nélkül. Ugye itt ezt a hallucinációt, vagy újabban konfabulációnak is nevezik, ezt a jelenséget szokás emlegetni. Ott könnyen belesételhetünk azokba a csapdákba, hogy valami olyan állítást fogalmaz meg a ChatGPT, vagy valami ahhoz hasonló ágens, aminek ugye nincs köze a valósághoz. És az a szomorú tény, vagy hír, hogy ezeket nagyon nagy meggyőzőerővel szokta tenni. Hát egy ilyen személyes tapasztalatom is van, hogy egyszer egy szakdolgozóm mutatott nekem egy grafikont, és valami furcsa címkét hozott az Y-tengelynek, és kérdeztem, hogy miért ezt a mérőszámot hozta, és mondta, hogy hát azt nem ő hozta, csak a ChatGPT úgy gondolta, hogy azt majd azt a címkét adja annak a tengelynek. És hát ez ilyen csapdában könnyű belesétálni. Fontos, hogy ami válaszokat kapunk a ChatGPT-től, azt kellő kritikus szemlélettel nézzük át, és korrigáljuk, ha erre szükség van. És amúgy az előző kérdésre visszakanyarodva, még a programozás szokás egy olyan területnek tekinteni, vagy emlegetni, ahol a ChatGPT jellegű, ott nem kifejezetten a ChatGPT elsődlegesen, de ahhoz hasonló technológián alapuló modellek fölgyorsíthatják mondjuk a kód írását. De ott is óvaintenék attól mindenkit, hogy amit kiköp egy ilyen modell, azt az gondolkodás nélkül elfogadjuk, mert az elég gyakran korrekcióra szorul. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Nézőinktől most búcsúzunk, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!